A Ferencváros egy az NB1-es keret játékosai, valamint szakmai stábja által dedikált mezt, valamint a Diós Győr elleni kezdőrúgást bocsátott a licitre a vatera.hu weboldalon a DVTK leukémiában szenvedő kapusa Rakacki Bence javára. Az árverésen befolyt 215 ezer forintot a mérkőzés előtt adták át a Rakacki család képviselőjének, a kapus testvérének. Az egyik ötletgazda, az FFC elnökségi tagja, Deák Gábor, alias José Luis Deca volt. Ez inkább ilyen FFC ötlet volt, nekünk örömükre szolgált, hogy ez az egész mezlicit, ez jól sült el, mint látható volt, azért nem kis summa jött össze. Köszönjük mindazoknak, akik a segítséget nyújtottak ehhez, hogy mindez létrejöhessen, leszervezték, átadták. Reméljük, hogy a Bence hasznára és gyógyulására válik az egész. A család az boldog volt, úgyhogy gyakorlatilag ez egy, reméljük, happy end-en végződik a dolog. Én az öcsének, a Tamásnak annyit kívántam, hogy a Bence a következő meccsen itt kapjon, ugye az ülőjüttől egy ötöst minimum. Azt így csak halvány sejtéseim vannak, meg fél információ, hogy nem olcsó egy ilyen gyógykezelés. Az, hogy a spanyoloknak, amit szerveztek, az hogy jött össze, az innen is külön köszönjük nekik, mert sajnos nekik ez előbb eszükségetni bárkinek a magyar futball bergébe. Azt nem tudom, hogy ő nekik mennyi jött össze, meg hogy jött össze. Az a lényeg, hogy most látszik, hogy valami kis összefogás így létrejött az országban ezügyben. Reméljük, hogy nem kerül, én azt remélem, nem kerül felhasználásra az a pénz, mert enélkül is meggyógyul. A legjobbakat kívánjuk a Bencének. Hát én lenullázzám be.